Farkas Angéla a Vasvári Gimnázium egyik végzőse lett a fehérvári versünnep idei győztese. Nemes Nagy Ágnes Istenről című versében olyan magával ragadó, őszinte és nyitott kapcsolat elevenedett meg Isten és lélek között, amely miatt a zsűri úgy döntött, ő lett idén a legjobb versmondó. A Vasvári Gimnázium végzőse színpadon ugyan már játszott, verset azonban első alkalommal mondott közönség előtt. A fehérvári versünnep győztese a díjátadó után azt mondta, nem számított arra, ő lesz az első. Csak a barátai javaslatára jelentkezett a tehetséggondozó programra, és azért, hogy részese lehessen a nyári székelyföldi verstábornak. A fő cél az az őszinteség volt, hogy minél lazábban és önmagamat átadva tudjam elmondani ezt a verset. A helyezés az nem volt cél. Én ide ma már úgy jöttem ide, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik. A döntőben nyilván szerettem volna bejutni, de innentől kezdve, amilyen szoros volt a mezőny, én úgy voltam vele, hogy itt bármi történhet ma. A fehérvári versünnep ebben az esztendőben is a Fehérvár Média Centrum szervezésében az Egyházmegye, a Szent István Művelődési Ház és az önkormányzat támogatásával valósult meg. A polgármester kiemelte, lenyűgöző versmondások jellemezték az idei döntőt. Egészen lenyűgöző volt. Már az elődöntő is, hiszen nagyon sokan jelentkeztek, és ez már önmagában öröm volt. Aztán pedig ez a 12 döntős, és most, amit egy hónapos fejlődés munka után láthattunk a színpadon, az egészen extra volt. Előadták azt, amit választottak, és benne megmutatták saját magukat. A Jászai Mari díjas érdemes művész, festő, grafikus, rockzenész, díszlet és jelmeztervező, a Magyar Nemzeti Operát megteremtő Erkel Ferenc leszármazottja. Erkel László kentaur alkotásaiból nyílt kiállítás pénteken a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ fürdősori épületében. Kentaur pályája egy emberöltőnyi távlatból is egyedi, polihisztor művészként egyedi látványvilágot teremtett valamennyi általa képviselt művészeti ágban, s most a fehérváriak is megcsodálhatták munkáit. A megnyitón egy-egy dal erejéig musical slágerekkel közreműködött két népszerű művész, Sári Éva és Egyházi Géza. Ez a kiállítás elsősorban a színházi munkásságommal foglalkozik, annak is csak egy szegmensével, de mint láthatok, ez is elég sok minden. Nem csak ebben a teremben van, hanem a másik teremben is van. Elsősorban műzikelekért és zenés színházi daraboknak vannak kitéve makettjei, látványtervei, díszlettervei, jelmeztervei. Néhány jelmez sikerült kikérnünk a színházaktól, illetve olyan produkcióktól is, amelyik már nem játszanak, de olyanok is, amik ugye még mindig színpadon vannak, mint például a Bibi Rakjú vagy a Mápizobája. A Kérdezd a zeneszerzőt sorozat péntek esti eseménye a Sofia Netta Fesztivál részeként Tallér Zsófia Erkel Ferenc díjas zeneszerzőnek állított emléket. A koncerten kortárs zeneszerzők művei csendültek fel az Alba Régia Szimfonikus Zenekar székházában. A koncertélmény mellett a közönség Dobri Dániel zeneszerzőt is kérdezhette a legendás mesterről, tanítványáról, zenedramaturgiáról, színpadi zenéről egyaránt. Az est során hallható volt az első alkalom megrendezett Tallér Zsófia zeneszerzőverseny nyertes pályaműve is. Egyrészt Tallér Zsófia zeneszerzőre emlékezünk, aki egy nagyon-nagyon fontos, meghatározó zeneszerzője, pedagógusa, egyetemi oktatója az elmúlt évtizedeknek a magyar zenében. Másrészt pedig nem csak emlékezünk, hanem tovább örökítjük, tovább éltetjük az ő hagyományát, hiszen egy zeneszerző versenyt is kiírtunk, az ő nevével fémjelzett zeneszerző versenyt, aminek a győztes darabjának itt lesz most ma az ősbemutatója.